A Vajdaságban él egy gyógytornász, aki olyan speciális gyógyterápiát alkalmaz, amely nagyon sokat segít a betegeknek az orvosi kezelés mellett. A kétgyermekes édesanyja a várandós anyukákat is támogatta. A járvány előtt kismama tornát tartott nekik. Pátyerko Bánov Juditnak kínáltak már állást Franciaországban is. De ő a szülőföldjén szeretne boldogulni, ahol sok embernek segít a gyógyulásban. 15 percig fog zajlani ez a mágnesterápia, és utána majd folytatjuk áramkezeléssel. Mindig telt ház van Topolyán Pátyerko Bánov Judit gyógytornász rendelőjében. Műtét vagy sérülés után keresik fel az emberek, de van, aki egy rossz mozdulat okozta fájdalom miatt lesz a páciense. Itt folyamatosan érkeznek a páciensek, két ágyon a terápiát szoktak menni, a belső ágyon szokott a masszázs történni, illetve a teremnek az első részén pedig a tornák, az egyéni tornák. A szakorvos véleménye és a röntgenfelvétel elkerülhetetlen a kezelés eredményességéhez, mondja a fiatal gyógytornász. Tóth Attila földműves két hete jár terápiára a lapockájából kisugárzó fájdalom miatt, amit a nehéz zsákok emelése okozott. Az mellett a traktorvezetés, szóval sok minden. Összejött lassan. Fokozatosan alakult ki, csak én húztam, nem jöttem rögtön terápiára, kivártam az utolsó pillanatot. Judit minden páciensének testre szabott torna gyakorlatot kínál. Mindenkinek egyénileg kell kialakítani a saját állapotához képest, mert ugye vannak itt olyan páciensek, akik úgymond fizikai munkát végezett, de sokkal nagyobb erő van, de vannak mondjuk irodai munkával foglalkozók, hiába vannak hasonló tüneteik, másként tudják elvégezni a gyakorlatokat, ezért mindig az egyénre szabott torna a jó. A mozgásukban korlátozott betegekhez Judit házhoz megy. Mint mondja, a rehabilitációt rögtön el kell kezdeni, mert a várakozással csökkennek a felépülés esélyei. Az orvosok nem hívják fel a figyelmet arra, hogy mind preoperatív, mind posztoperatív terápiaként kell a gyógytorna. Az nélkül hiába van meg egy jó műtét, a jó műtéten nem jutottunk sehova. Nagyon sok műtét elkerülhető lenne, nagyon sok problémának a fájdalma lecsökkenthető lenne, illetve a krónikus panaszokat teljesen le tudnánk csökkenteni azáltal, hogyha az emberek jobban ismerik, hogy mi is az a gyógytorna. Pátyerko Bánov Judit 11 évvel ezelőtt fejezte be a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi és szociális képzés karán a gyógytornászakot. Abban az időszakban, amikor Szerbiában csak főiskolai szinten volt hasonló képzés. A diploma megszerzése után Franciaországban kínáltak neki állást, mégis hazajött a bizonytalanságba. Állást nem kapott, de nem adta fel. Makacs kitartása végül mégis munkához juttatta. Nem volt más lehetőség. Az egészségházban nem tudtam munkát kapni, az az egyetlen egy magárendelő volt Topolyán. Lehet, hogyha kint maradok külföldön, más lenne most az életem, de én azt mondom, hogy én örülök annak, hogy itthon maradtam. Most már így, hogy idáig eljutottam, azt mondom, hogy igen, volt értelme itthon maradnom. A jól felszerelt, szép rendelőig göröngyös út vezetett. Közben akkor már az akkori poliklinikán itt Topolyán elkezdtem érdeklődni, hogy nemen kell gyógytornász, pont olyan módszerrel kezdtem el, ahogy annak idején az első munkahelyemen. Mondták, hogy nem akarnak rehabilitációt, de és akkor ugye pont ezzel a módszerrel a harmadik alkalommal mondták, hogy jó, de ők nem tudnak gépeket adni, mondom, nem probléma, nekem van gépem. Nekem csak kell egy terem. Így rendezte be a poliklinika alaksorában a rendelőit, és szép lassan egyre több páciens érkezett hozzá, hiszen híre ment, hogy van ott egy ügyeskező gyógytornász, fizioterapeuta, aki minden fájdalomtól megszabadítja a betegeket. Csak ugye utána jött az a rész, hogy kellene még egy gyerek, és meg fog állni az egész rendszer, és az volt ugye a félő, hogy most elmegyek szülési szabadságra, hogy nekünk ez is a félő nőknek, amikor belekezd egy magánvállalkozásba, főleg úgy, hogy egymaga van, hogy jó, akkor nem vállalok gyereket, csak karriernek fogok élni, vagy vállalok gyereket, de majd más neveli helyettem, vagy mi erre a megoldás? Én az utolsó pillanatig dolgoztam, tehát én a 9. hónapig én végig dolgoztam. Mire a kisfia egy éves lett, visszatért a munkába, és a pácienseit sem veszített el. A lazításra, a fájdalomcsökkentésre Juditnak különböző eszközei vannak. Egy részüket a Prosperitáti Alapítvány pályázatán anyaországi támogatásból tudta kezdő vállalkozóként megvásárolni. Mióta ez a pályázati rendszer van, hogy az embereknek reményt ad, hogy jó, hát akkor nem kell elmenni, itthon is meg kell próbálni, akarni kell, mert segítenek minket. Munkája, a gyereknevelés és a háztartás háromszögében Judit igazi zsonglőr mutatványt végez nap mint nap. Mindenben sok segítséget kap a nagyszülőktől. Nem volt ilyen sima, hiszen mind a két lányunk Magyarországon tanult, sőt a vejem is, tehát benne volt a pakliba, hogy esetleg nem jönnek vissza. Mi inkább ilyen hátteret adtunk nekik, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy itthon vannak. És minden családi ünnep,
együtt lehet, bármiben számíthatunk egymásra, és szerintem ez számukra is nagyon fontos. A testi fájdalomtól megszabadított emberek nagyon hálásak a gyógytornász fizioterapeutának. Aznap egy olyan hölgy járt nála, akinek évekig tartó fájdalmát szüntette meg. Évek alatt minden reggel fájdalommal kelt, és azt mondta, hogy kicseréltem az életét. Na, ilyen dolgokért érdemes gyógytornásznak lenni, hogy ilyen visszajelzéseket kapjon az ember. Judit azt mondja, a kemény munka és a bizonytalanság ellenére sem bánta meg, hogy annak idején a csábító külföldi munkalehetőségre nemet mondott.